Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a híradót látják, Sós Kata vagyok. Már a házi orvosok is oltanak, egyelőre kevesebb a vakcina, mint a jelentkező. Felzárkóztatás és tehetséggondozás, hangsúlyt kap az angol és német nyelvoktatás. Fakanálforgató, online receptbörzét hirdetnek a közösségfejlesztők. A héten már a házi orvosok is oltanak. 1800 magyar körzetben orvosonként 16 idős veszélyeztetett korosztályba tartozó kaphatja meg a vakcinát csütörtöktől vasárnapig. Illetve csak kaphatná. Mester János hódmezővásárhelyi házi orvos információi szerint 1000 ampulla áll rendelkezésre az országban, így 800 orvos 8000 páciense oltóanyag nélkül maradhat. A tervek szerint több tízezer előzetesen már regisztrált időst oltanak be február első hetében koronavírus elleni oltással Magyarországon. 1800 körzetben zajlik majd a vakcinák beadása, házi orvosonként 16 páciens kerül sorra csütörtök és vasárnap között. Mester János körzetében 38-an jelezték igényüket, a házi orvos már értesítette az érintetteket. Sikerült 16 beteget elérnem. Ugyanis az első körben, erre a hétre a tervezet az, hogy 10 darab beteget kell oltanunk Moderna oltással, és 6 beteget kell bejuttatnunk oltópontra, oltóközpontba, ők pedig a Pfizernek a vakcináját kapják meg. Az orvosonkénti 16 fős létszámot az ampullák mérete határozza meg. A Moderna által gyártott vakcinában 10 embernek elegendő, míg a Pfizerben, melyet oltópontokon vehetnek fel az idősek, 6 adag vakcina van. Ha fölbontottuk az ampullát, akkor be kell adni. Úgyhogy én a továbbiakban azt terveztem, hogy ha kapunk információt arról, hogy ténylegesen lehet oltani csütörtökön, vagy valamelyik nap már meg lesz az oltanyag, akkor tartalékba fogok helyezni további betegeket. Mester János információi szerint az országban jelenleg 1000 körzetnek elég oltóanyag áll rendelkezésre, így 800 házi orvos hiába szervezi össze betegeit a héten. Hozzátette, arról nincs tudomása, hogy hol van az oltópont, ahová pácienseit küldenie kellene. Emelkedett a házi karanténban lévők száma Hódmezővásárhelyen. Bekapcsolták a forgalom irányító jelzőlámpánkat a tramtrain mentén, kijavítatja a kivitelezővel a villamos vasút melletti betonrepedéseket a NIV ZRT, a havas eső és a fagy után jön a felmelegedés, rövid híreink következnek. Emelkedett a kiadott hatósági házi karanténról szóló végzések száma, jelenleg 168 főre vonatkozik az intézkedés, hangzott el a Hódmezővásárhelyi operatív stáb hétfői ülésén a rendőrség munkatársától. Felhívták a vendéglátók figyelmét, hogy Vásárhelyen is fokozottan fogják ellenőrizni az éttermeket és a kocsmákat, amennyiben valaki a rendelet ellenére is kinyitná üzletét, 6 hónapos bezárással büntethetik. A koronavírus elleni oltások beadása zavartalanul folyik. 115 dolgozó és bentlakó kapta meg az injekciót a városi fenntartású intézményekben. Február 1-ével bekapcsolták a forgalom irányító jelzőlámpákat a tramtrén mentén. Az emlékpontnál az Ady Endre és a Bartók Béla utca sarkán, valamint a Népkert vasúti átjárónál már működnek a berendezések. Hétfőn még sokan nem vettek tudomást az emlékpontnál a lámpák beüzemeléséről, és a régi forgalmirend szerint haladtak. Előfordult, hogy gyalogosok és az autósok is figyelmen kívül hagyták a nekik szóló piros jelzést. Fontos, hogy ne megszokásból közlekedjünk, figyelmeztetnek a szakemberek. Néhány hete repedések jelentek meg a villamosvasút Andrássy úti körforgalmi szakaszánál. A médiacentrum megkeresésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT közölte, a repedések feltehetően a beton utókezelési hiányosságából származhatnak. A projekt műszaki ellenőre a hibákat már jelezte az építési naplóban azzal, hogy a vállalkozó végezze el a javításokat a projekt műszaki átadás átvételéig. Hideg András kommunikációs igazgató közölte, ahol mélyebb és szélesebb repedések vannak, a hibás betonlemezrészt visszabontja a vállalkozó és újra betonozza. A hibák javítása díjmentes. A havas eső és az éjszakai fagy után csúszósan indult a hétfő Hódmezővásárhelyen. A HMS ZRT munkatársai már hajnalban útnak indultak, hogy sózzák az utakat. A munkagépek napközben sem álltak le, folyamatosan csúszásmentesítették a járdákat is. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint balesetmentesen vészeltük át a síkos időszakot. Hamarosan érkezik a felmelegedés, a hét második felében a plusz 15 fokot is elérheti a napi maximum.
Az önkormányzat felzárkóztató és tehetséggondozó Petra modellprogramja az idegen nyelvi oktatásra is komoly hangsúlyt fektet, így a gyerekek már egészen óvodás kortól ismerkedhetnek az angol és a német nyelvvel kis csoportokban, interaktív és játékos formában. A szakemberek nem az iskolai képzést szeretnék helyettesíteni, hanem orientációt nyújtanának ahhoz, hogy a fiatalok fontosnak tartsák és megszeressék a nyelveket. Meine Familie? Család. A családom. A Petra modellprogram start elemébe járó alsó tagozatos diákok a német nyelvvel ismerkednek. Sok a feladat, meg jó könyveket adnak, meg szeretek tanulni. Öt? Angolul? Három. A gyerekek forgószínpadszerűen váltják egymást, csoportbontásban ugyanis angolul is tanulnak. Elmész egy másik országba, akkor is tudsz beszélgetni, meg... Hát sok mindenért jó. Mi nyert el a tetszésedet? Nem szigorúak, kedvesek, és így könnyebb ilyen játékosan. Az angol és a német szókészlet sok hasonlóságot mutat, ezért a szakértők szerint érdemes párhuzamosan oktatni a két nyelvet. A befogadó készséget a játékok és a színes képanyagra épülő könyvek is segítik. Nagyon nagy hangsúlyt helyezek a németet, én tanítom a párbeszédre, azokra a dialógusokra, amely a gyerekeknek a mindennapi életszintjein előfordul. Tehát itt most a nyelvtanítás nem a klasszikus nyelvtanítást jelenti, hanem egy olyan játékos, orientációs foglalkozást, amelyben ismerkednek, tájékozódnak a gyerekek ezzel a két idegen nyelvvel. A Petrás gyerekek fejlődését hónapról hónapra speciális otthoni oktatócsomag is segíti, amelyet a szakértők életkori és nemi sajátosságokat figyelembe véve állítanak össze. A sportos életformára, az aktivitásra utaló hátizsákot és labdát kapnak a gyerekek, de helyet kapott a hátizsákba a szokásos havi olvasmány, egy nagyon jó gyerekkönyv, amihez a Petra háttércsapata rejtvényeket készített, és ezek vannak a hátizsákba összekészítve. Jelenleg a Petra modellprogramban 50 gyermek vesz részt, de ez a szám a nagy érdeklődés miatt a jövőben további 30 fővel bővülhet. Így új korcsoportok, mint a 3 és 4 évesek és az első osztályosok is bekerülhetnek a rendszerbe. Fakanál forgató online receptbörzét hirdetnek a közösségfejlesztő Hódmezővásárhelyen. Várják azokat a helyi, autentikus ételeket, legyen szó levesről, második fogásról vagy desszertről, amelyek fontos, hogy megmaradjanak a következő generáció konyhájában is. A jelentkezési határidő február 4-e. Évek óta nagy népszerűségnek örvend az Ízök Fesztiválja, sorra jelennek meg a helyi gasztronómiát erősítő kiadványok is, ezért a közösségfejlesztők azt gondolták, itt az ideje újra fakanalat ragadni és megmutatni, melyek a jellegzetes vásárhelyi ételek. Autentikus ételek közé tartozik a túrós lepény, a csöregefánk, a tyúkláb, akkor a fordított hideg paprikás, és ugye most azért a téli időszakban a disznótorok idejét éljük, akár egy ilyen paprikással is lehet nevezni. Valamint nem csak a tésztaételeknél, hanem mondjuk leveseknél maradva, táskaleves, akkor lebbencsleves. Tehát ezek mind-mind olyan ételek, amik itt vásárhelyre és vásárhely környékére jellemzőek, és hát azért ezt szeretnénk, hogyha akár át is tudnánk örökíteni a fiatalabb korosztály számára. A felhívás azért is született, hogy a karantén idején a sok időt otthon töltő házi asszonyok és urak ne veszítsék el motivációjukat. Hódmezővásárhelyi autentikus ételek készítésére biztatjuk az otthon levőket. Mégpedig úgy, hogy először is jelentkezzenek nálunk a bfmk.top@gmail.com e-mail címünkön. Ott jegyezzék meg, vagy írják le, hogy körülbelül mi az az étel, amit szeretnének elkészíteni, és ebből utána mi válogatunk, és egy kis online filmbemutatót szeretnénk készíteni a recept megjelenítésével. Az elkészítése váró ételekkel csütörtökig lehet jelentkezni a vásárhelyi közösségfejlesztőknél. Kihasználta a riválisainak botlását és hozta a kötelezőt a Kossársuli a Hottóiban. Az NB1B zöld csoportjának 18. fordulójában azt az Egert fogadta szombat este a vásárhelyi Kossársuli felnőtt csapata, amely a bajnokság utolsó helyén áll ugyan, ám több kellemetlen percet okozott az utóbbi hetekben az élmezőny tagjainak, mivel a délután folyamán a közvetlen bajnoki vetélytársak közül az Újpest és az Óbuda is kikapott. A győzelem megszerzése különösen fontos volt. Vásárhelyi Kossársuli Eger 89-68. A
találkozó elején egy 7-0-ás lerohanással kezdtek Varga Ákosék. Az erős kezdés azonban a vendégeket is felrázta, akik olyannyira összekapták magukat, hogy a 8. percre Szabó, majd Máté egészen látványos triplájával visszazárkóztak egy pontra. De a nagy szünetre a 16 pontos előnnyel vonulhatott a kosársuli. A hajrát remekül kezdte az Eger. Az összes dobásuk sikeres volt. Nálunk ellenben csupán Badócsi asszisztjai és Molnár egyéni villanásai működtek. A középtávoliak és a triplák rendre kipattantak a gyűrűből. Előbb Bálint, majd egy vendég időkérést követően Varga Zalán hármasa törte meg. Innen pedig már nem volt visszaút. 89-68-ra nyert a kosársúly. Nagyon nehéz ilyen meccsen játszani, nem a csapatomat szeretném védeni és a kibúvót keresni, de a sereghajtóval játszunk, értelemszerűen nekik nincsen akkora nyomás rajtuk, felszabadultan tudnak játszani tét nélkül. Kértem, hogy essünk nekik, döntsük el már a fél időre a mérkőzést. Ez többé-kevésbé sikerült, mert komoly előnnyel mentünk be az öltözőbe. Ott kértem, hogy még a harmadik negyedet is toljuk meg, tegyünk közé még egy pár pontot, sajnos ez nem sikerült, mert mi egy kicsit belealudtunk a második fél időben, nem azzal a ritmussal játszottunk, amivel kellett volna. Ellenfelünket viszont dicséri, hogy ők meg nem adták fel, küzdöttek végig, és több extra kosárral közel tudtak hozzánk kerülni, 10 ponton belül is jöttek, amit kicsit bánok, mert szerettem volna a két junior játékosunknak is szerepet szánni ma, de annyira szoros lett a végjáték, hogy nem volt veszélyben a győzelmünk, de nem szerettem volna őket a mély vízbe így az utolsó pár percre bedobni. A célunkat elértük, meg nyertük ezt a meccset, kicsit nehezebben, mint ahogy számítottunk rá, de tudtuk előre, hogy nem lesz ez könnyű meccs, ezek a meccsek talán a legnehezebbek. Vásárhelyi kosársuli, EKE Eger KOK, 89-68. Ezzel a győzelemmel bebiztosította a harmadik helyét a táblázaton Tóth Tamás legénysége. Bálint Erik 24 pontot szerzett a találkozón. Szombaton a Pápa csapata látogat a Hótóiba. Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták hírműsorral legközelebb kedden. Este 17:30-kor jelentkezünk, legyenek akkor is a nézőink. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!